A Német Alkotmányvédelmi Hivatal egykori elnöke saját bevallása szerint hidegrázást kapott, amikor 2015. szeptemberében több százezer ember előtt megnyitották a határt. Az M1-nek adott exkluzív interjúban azt mondja, már ezen a nyáron újra rengetegen próbálkozhatnak Európába jutni, köztük terroristák is. Wolf Nagy Tünde beszélgetett a volt elnökkel. Maaßen úr, amikor 2015. szeptemberében megnyitották a határt több százezer ember előtt, ön, ahogy egy interjúban fogalmazott, hidegrázást kapott ettől. Mire gondolt akkor? Arra gondoltam, hogy egészen biztos nem marad ennyiben az ideérkezők száma, hanem még sokkal többen fognak jönni, mert ha már az ajtót egyszer kinyitották, nagyon nehéz lesz újra bezárni. Ezen kívül a biztonsági helyzetre gondoltam, hiszen én voltam akkor a felelős az országban a terrorizmus és a szélsőségek elleni védelemért, és már akkor is nagyon komoly nehézségeink voltak abban, hogy megvédjük magunkat az iszlamista terrorizmussal szemben. Azt gondoltam, ez még csak sokkal nehezebb lesz, és az integráció problémáira is gondoltam. Éveken keresztül az integrációs politikáért is feleltem a belügyminisztériumban, mint osztályvezető. Abban az időben az integrációval kapcsolatos szabályok jelentős részét is én dolgoztam. Ezért nyilvánvaló volt számomra, hogy ekkora mennyiségű ember Németországban minden további nélkül nem tud integrálódni. De ön azt is mondta, hogy ez a probléma nem csak 2015-höz köthető, hanem folyamatosan ugyanazokat a hibákat követik el, amiket 2015-ben elkövettek. Ezt hogy érti? 2015-ben naponta legalább 10 000 ember érkezett Németországba, néha több is. Ma nem ez a helyzet. A Németországba érkező menedékkérők és illegális bevándorlók száma lényegesen kevesebb, napi 7-900 ember. De a zsilip továbbra is nyitva van. Még ha kevesebben is jönnek most, látom a hatalmas méretű más kontinensekről, Közép-Keletről és Afrikából érkező menekült áradatot, amely Európát és Németországot fenyegeti. Érzésem szerint nem tették meg a szükséges intézkedéseket ahhoz, hogy ezt a nyomást csökkentsék, és ezek az emberek ne jöjjenek hozzánk. Komoly aggodalommal figyelem, hogy akár már most a nyáron, vagy ősszel, esetleg a jövő évben ez az egész menekült áradat, amelyik eddig feltorlódott, megindul hozzánk, és a mostaninál lényegesebb több menekült jön Európába és Németországba. Nem látom, hogy bármilyen megelőző intézkedés történt volna. Ahogy 2015-ben sem volt ilyen intézkedés, úgy az elmúlt időszakban sem tettek semmit ellene. Még ha létre is jött a török-EU megállapodás, és más hasonló megegyezésekkel kapcsolatban is történtek lépések, mégsem látom, hogy a megfelelő intézkedéseket megtették volna azért, hogy megvédjék Európát vagy Németországot attól, hogy a menekült hullám megismétlődjön. Mik lennének ön szerint a megfelelő intézkedések? Grundsätzlich muss man sagen, müssen alapvetően Európa külső határait kellene hatékonyan megvédeni, ami azt jelenti, hogy tényleg csak azok jöjjenek hozzánk Európába és Németországba, akik tényleg menedékre szorulnak, és joguk is van az itt maradásra. És nem a szegénység ellen menekülők. Anélkül, hogy rossz értelemben használom ezt a szót, de nem fogadhatjuk be a világ minden emberét. A külső határok védelmének ezért kell jól működni. Sajnos én nem úgy látom, hogy a külső határvédelme jól működne. Nem látom, hogy a Frontex, az EU vagy a nemzeti határvédelem mindenhol megtette volna a megfelelő intézkedéseket, hogy Olaszországot, a Görög-szigeteket és ezáltal Európát és közvetve Németországot megvédjék. Ön már annak idején, 2015-ben is utalt arra, hogy a menekültek között terroristák is jöhetnek az országba. Akkor, amikor a hivatalos álláspont az volt, hogy a terrorizmus és a migráció között nincs összefüggés. Mire alapozta az akkori kijelentését? Abból indultam ki, hogy a sok-sok ezer ember között, akik elsősorban fiatal férfiak, arab országokból jönnek, Irakból, Szíriából vagy Afganisztánból érkeznek hozzánk, természetesen jócskán vannak olyanok, akik az iszlám állam vagy valamelyik más dzsihadista szervezet oldalán harcoltak.
Nem mondtam ugyanazt akkor, hogy konkrét terrorista megbízással jönnek hozzánk, de ma már azt is tudom, hogy voltak közöttük ilyenek is. De már önmagában elég aggodalmat okozott az is, hogy rengeteg ember özöllik hozzánk, köztük sokaknak van tapasztalata a gyilkolásban, a terrorizmusban, és a szívükben dzsihadista ideológiát hordoznak. Már ez elég volt ahhoz, hogy aggódjak, és minden lehetőséget meg is ragadtam ahhoz, hogy ezt nyilvánosan el is mondjam. Jede Gelegenheit genutzt, das auszusprechen. El lehetett volna kerülni az iszlamista támadásokat, ha a kormány komolyan vette volna a figyelmeztetéseit? Ich möchte nicht spekulieren. Nem szeretnék spekulációba bocsátkozni, úgy volt, ahogy volt. Nem tudom, mi lett volna, ha másként döntenek. Minden esetre Németországban egész sor terrortámadást előztünk meg. Ez annak köszönhető, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal, amelynek a vezetője voltam korábban, és a rendőrség kiváló munkát végzett. De végződhetett volna másként is. Sajnos túl keveset gondolnak bele abban, mit jelent az, hogy másként is végződhetett volna. Mert örülünk, hogy nem lett még több tucat, vagy akár több száz áldozat. Is a terrorizmusnak. Én minden esetre örülök annak, hogy amíg az intézmény az én irányításom alatt állt, a Breitscheidplatz-i merényleten kívül nem történt más nagy terrortámadás. Hány fenyegetést kaptak? Egyáltalán fenyegetésekről van szó? Nagyon sok fenyegetést kaptunk, 2-3 szinte minden nap, köztük terrorcselekmények előkészítéséről, gyanús háttérről, amit fel kellett derítenünk. Óriási felelősség volt a kollégáimon, hogy eldöntsék, csupán egy alaptalan jelzésről van szó, vagy az iszlám állam által tudatosan terjesztett félrevezetésről, vagy éppen egy valós fenyegetésről. Ha igazán komoly fenyegetésről volt szó, akkor azonnal meg kellett vizsgálni. Hatalmas nyomás volt a kollégáimon. Miért nem vették komolyan, vagy legalábbis elég komolyan a politikusok a titkos szolgálatok figyelmeztetéseit? Talán ezt a kérdést a politikusoknak kellene feltenni, de az én szemszögemből nézve azt tudom mondani, hogy a politika nem azon a szemüvegen keresztül vizsgálja a dolgokat, amin keresztül a hírszerzés főnöke. Nekik más szempontjaik is vannak, gazdasági, külpolitikai szempontok. Adott pillanatban arról kell döntést hozniuk, melyik szempontot tartják a legfontosabbnak, hogy a belbiztonság, a külpolitika, vagy épp pártpolitikai szempontok a mérvadóak. A német politika úgy döntött, ahogy. Persze én, mint a hírszerzés akkori főnöke, más döntést kívántam volna. Thomas de Maizière, akkori belügyminiszter azt írja az új könyvében, hogy meg lehetett volna állítani a határon a migrációt 2015-ben, de akkor csúnya képek járták volna be a világot. Vagyis úgy lehet ezt értelmezni, hogy inkább biztonsági kockázat, mint a csúnya képek? Amikor ezt olvastam a könyvben, én is nagyon csalódott voltam. Jó a kapcsolatom de Maizière volt miniszterrel. Nagyra becsülöm őt emberileg és a szakmai képessége miatt is. És talán nincs is még egy olyan ember a német belügyi szakpolitikában, aki annyi lábnyomot hagyott volna maga után, mint ő. Ez a megjegyzés azért is okozott nekem csalódást, mert én, aki hosszú éveken keresztül hivatalnok voltam a hírszerzésnél, a belügyminisztériumban, és mint jogász is azon az állásponton vagyok, hogy elsődlegesen a jogot és a törvényt kell betartani, mégpedig a polgárok érdekében. Még akkor is, ha ez csúnya képekkel jár, vagy talán akkor még inkább, ha ez csúnya képekkel jár. A jogállam éppen abban mutatkozik meg, hogy a politika akkor is ezt az elvet követi, ha csúnya képek járják be a világot. 2012-ben 3800 szalafista volt Németországban, ma 11500. Közülük hányról feltételezik azt, hogy akár terrorcselekmény elkövetésére képes? Unter diesen 11.500 szalafisten a 11.500 szalafista között nagyon sok olyan van, aki potenciálisan terrorcselekmény elkövetésére képes. Körülbelül 2000 szalafistáról feltételezik, hogy bármikor terrortámadást hajtat végre, és körülbelül 700 közülük az úgynevezett terrorista-iszlamista veszélyt közvetlenül hordozó személy. Diese Personen werden mit unterschiedlichen
Ők azok, akiket különböző módszerekkel megfigyelnek. Ezért azt mindenki el tudja képzelni, hogy ennek a több mint 2000 veszélyes iszlamista terroristának a megfigyelése még egy ilyen jól kiépített rendőrségnek és jól felszerelt titkosszolgálatnak sem egyszerű feladat. De a legnagyobb veszély, hogy nem nézhetünk bele a fejükbe. Végképp nem tudunk olvasni a gondolataikba, hogy épp mit tervelnek ki. Hányan jöttek közülük a menekültek között érvényes papírok nélkül és kitalált nevekkel? Pontos számot nem tudok mondani, hogy hányan jöttek menekültként a 11.500-ból Németországba az előző években. De az iszlamista terrorizmus problémája Németországban a bevándorlás nélkül nem lenne elképzelhető. Hiszen azok a személyek, akiket potenciálisan iszlamista terroristának tartunk, azok egytől egyik migrációs háttérrel rendelkeznek. Németországban 4M-nek nevezik, akik különböző szempontok szerint ehhez a csoporthoz tartoznak, vagyis egyrészt fiatal férfiak, migrációs hátterűek, muszlimok, és a negyedik sikertelenek az iskolában, a munkahelyükön vagy a magánéletükben. Ennek a négy kategóriának a kezdőbetűje a 4M, ami azt jelenti, hogy a migráció és az iszlamista terror között igenis van összefüggés. Erről muszáj nyíltan beszélni, és ezt mint megoldandó problémát kell kezelni. Ahogy már ön is említette, a rendőrség a razziák által több terrortámadást akadályozott meg az elmúlt időszakban Németországban. Úgy olvastam, az elmúlt 2 évben 6-ot. Ez azt jelenti, hogy a rendőrség éberebb? Én azt hiszem, hogy ennél sokkal több terrortámadást vagy tervet akadályoztunk meg. Az egyik legnagyobb sikerünk az volt, amikor tavaly júniusban Kölnben egy bioanyaggal, vagyis méreggel tervezett terrortámadást akadályoztuk meg, ahol egy ember ricinbombát akart robbantani. A német rendőrség és a titkosszolgálatok jól felszereltek. Nem mondom azt, hogy kiválóan, de az elmúlt években sokat fejlesztettek rajta személyi állomány és a teljesítő képességük tekintetében is, de a kihívás, amivel szembe kell nézniük már csak a nagy számok miatt is, de a terroristák által használt módszerek tekintetében is óriási. Ez ahhoz vezet, hogy a rendőrség és a titkosszolgálat olykor a teljesítő képessége határához ér. Több mint 200 000 menekült rendelkezik kiutasításra kötelező végzéssel. Miért nem működnek mégsem a kitoloncolások? Ennek egész sor oka van, kezdve azzal, hogy az országok nem hajlandók visszafogadni ezeket az embereket. Elsősorban gazdasági megfontolásból, hiszen egy menekült, aki Németországból hazautal pénzt, 2 ok miatt is jó. Egyrészt devizához jutnak, másrészt pedig azok, akik munkanélküliek, vagyis csak terhére lennének az otthoni munkaerőpiacnak, vagy bűncselekményeket követnek el, végül is csak kárára vannak a szülőhazájuknak is. Ezért is nem hajlandók minden további nélkül visszavenni őket. Másrészt pedig nagyon bonyolult kiutasítás ellen alkalmazott védelmi rendelkezéseink vannak. Például akinek német gyerekei vannak, német házastársa, akit a hazájában embertelen körülmények, megaláztatás, büntetés, akár halálbüntetés fenyeget, annak az esetében a kiutasítást nem lehet végrehajtani. Ezzel a helyzettel hiába elégedetlenek azok a hivatalok, akik a kitoloncolásért felelősek. És ehhez jönnek még az úgynevezett NGO-k, akik tudatosan megakadályozzák a kitoloncolásokat azzal, hogy az elutasított menedékkérőt támogatják vagy bújtatják. A kiutasítások végrehajtása Németországban komoly kudarc, de nem csak itt nálunk, hanem más nyugat-európai országokban is. Létezik kiutasítást akadályozó üzletág, ahogy Alexander Dobrindt állítja? Sokan vannak olyanok, akik a menekültek kiutasításának megakadályozásával pénzt keresnek. Ezt ki kell mondani. Minden egyes menedékkérő sok pénzébe kerül az államnak, ez a pénz azoknak a zsebébe is vándorol, akik ezekből az emberekből pénzt keresnek. A családegyesítés által a következő években nagyon sok menekült érkezik majd, amihez egy Kassel méretű nagyobb német város infrastruktúrájára lesz majd szükség. Működhet az integráció egyáltalán ilyen méretekben? Solchen Anzahl eigentlich möglich? Die Integration
Az integráció lehetséges, ha megteremtik a jogi keretfeltételeket, és ha az embereket is arra kötelezik, hogy hagyják magukat integrálni, akarjanak integrálódni. Az integrációt nem csak elrendelni kell, hanem meg is kell követelni. Ez olyan elvárás, ami minden egyes külfölditől elvárható, aki hozzánk érkezik. Az én félelmem az, hogy létezik integráció, de nem a német társadalom értékeihez, hanem az arab, a szalafista vagy a török társadalom értékeihez. Így párhuzamos társadalmak alakulnak ki. Véleményem szerint ezt minden erőnkkel meg kell akadályozni. Hogyan változott meg a társadalmi hangulat? Véleményem szerint sokat romlott az elmúlt években, amit az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetőjeként is aggodalommal figyeltem. Amikor azt látjuk, hogy a társadalom középosztálya, akik korábban a CDU-ra vagy az SPD-re szavaztak, most elpártolnak tőlük, és az Alternatíva Németországnak nevű jobboldali pártra szavaznak. A korábbi pártok elutasítása és egy egész új erő felé fordulás, amit más nyugat-európai országokban is láttunk már Hollandiától kezdve Olaszországon át Franciaországig, eddigi pártrendszer felbomlásához, eróziójához és az eddigi pártrendszerbe vetett bizalom elvesztéséhez vezet. Majd pedig az emberek elfordulásához a demokráciától. Attól tartok, hogy ez a folyamat nem áll meg, hanem tovább folytatódik. Az utóbbi időben félnek az emberek szabadon beszélni, mert rögtön szélső jobboldalinak minősítik őket. Ön nem tart ettől? Én nem aggódom amiatt, hogy jobboldalinak minősítenek, de amiatt igen, hogy sok emberrel találkozom, akik azt mondják, nagyszerű, amit teszek, támogatnak ebben. Ha étterembe megyek, vadidegen emberek szólítanak meg, sok sikert kívánnak a hozzáállásomhoz, de ők maguk nem mernek ezekről a dolgokról nyíltan beszélni. Ezt nagyon sajnálom. Egy családi történet jut eszembe. 1980-ban a nagybátyámmal készítettem egy hangfelvételt, amely a napokban a kezembe került. Az 1933 és 45 közötti időről van szó, amikor a nagyapámat a nácik megverték, a nagybátyámat üldözték. Az, hogy az akkori viszonyokat leírta, az nagyon emlékeztetett a totalitárius rendszerre és a véleménydiktatúrára. És ez ma is megtörténhet. Nem állítom azt, hogy ez van most Németországban, de hogy ne történjen meg ez, azt meg kell tudatosan akadályozni. Ezért bátran ki kell mondani azokat a dolgokat is, amiket mások nem akarnak hallani. A politikai korrektség az akadálya ennek, vagy miért nem mernek az emberek szabadon beszélni? Sok múlik a vezetőkön. Azt mondtam mindig, ha én nem mondom meg, amit gondolok, hogy várhatom el a munkatársaimtól, hogy szabadon beszéljenek. Elvárom ezért a gazdaság, a hivatalok, az állam vezetőitől, legyen annyi gerincük, hogy a nézeteiket nyíltan vallják. Mennyire veszélyesek a mecsetek Németországban? A nagyszámú mecset közösség között van sok úgynevezett rejtetten működő mecset is. Saját kinevezett imámokkal, akik rendszeresen szalafista vagy radikális iszlamista nézeteket prédikálnak. Németországban nincs állami kontroll a vallási közösségek felett. Ez vezet ahhoz, hogy a radikális iszlamizmus vadhajtásai itt zavartalanul működhetnek, és ezekben a mecsetekben sok fiatalt radikalizálnak. És sokszor toboroznak is. Igen, az iszlamizmus híveit itt toborozzák. Azt mondhatjuk, hogy a szalafista mecset köztes állomása a dzsihadizmus felé. Mit gondol arról a törvényjavaslatról, amely megvonná a német állampolgárságot a Közel-Keletről hazatérő terroristáktól? Helyesnek és fontosnak tartom, hogy lesz egy ilyen törvény. Én ezt már korábban is akartam. Szerintem most már késő. Már akkor rendelkeznünk kellett volna egy ilyen törvénnyel, amikor ezek az emberek az iszlám államhoz szegődtek, és nem csak akkor, amikor vissza akarnak térni Németországba. És hogy ez visszamenőleg nem érvényes?
Ismereteim szerint jogilag nem lehetséges ezt visszamenőleg is alkalmazni. Ha lennének olyan alkotmányjogászok, akik ezt mégis lehetségesnek tartanák, nagyon örülnék neki, de én igen komoly jogi aggályokat látok ebben. Mi történik azokkal a dzsihadistákkal, terroristákkal, akik esetleg most érnek vissza Németországba? Meg lehet ezt valahogy egyáltalán akadályozni? Alapvetően úgy van, hogy a német állampolgároknak mindegy miért hagyták el az országot, joguk van visszatérni ide. Ha visszajönnek és veszélyesnek bizonyulnak, az alkotmányvédelemnek és a rendőrségnek kell gondoskodniuk róluk, ami nagy teher. A legnagyobb veszély az, hogy ezeknek a személyeknek a fejében olyan ösztönző erő van, amit az illetékes hivatal esetleg nem tud időben felismerni. Mindezen információk birtokában hogy látja most 2019-ben a német biztonsági helyzetet? A biztonsági helyzet stabil. A biztonságért felelős intézmények és a rendőrség amennyire csak lehetséges, kézben tartják a dolgokat. Amikor azt mondom, hogy amennyire csak lehetséges, akkor nyilvánvaló veszélyekre gondolok. Ez a veszélyforrás pedig az a több ezer ember, akit nem ismerünk, nem látunk a gondolataikba, nem tudjuk, mit csinálnak este otthon a számítógépükön. Esetleg más dzsihadistákkal csetelnek, bombakészítéshez szükséges használati utasítást töltenek le, vagy azt tervezik, hogy másnap terror merényletet hajtanak végre. Azt gondolom, hogy a világ sok országához képest biztonságos ország vagyunk. De minden alapunk megvan az aggodalomra, hiszen bármikor olyan veszélyek realizálódhatnak, amelyeknek egyébként nem lenne szabad megtörténni. Minden második menekült most is érvényes papírok nélkül érkezik Németországba. Milyen biztonsági kockázatot jelent ez? Ha ezek a személyek érvényes papírok nélkül érkeznek, az azt jelenti, hogy nem tudjuk, kik ők, hiszen nem hagyatkozhatunk csupán a kijelentéseikre. Abu Coca-Cola oder Ronnie Ice Cube genannt. Volt olyan, aki Abu Coca-Colának vagy Ronnie Ice Cube-nak nevezte magát, és ezen a néven adta be a kérvényét. Ha a korábbi hivatalom adatbankja jól is működik, és egyébként nagyon jó kapcsolatunk van más országok adatbankjával és titkos szolgálataival, és tudjuk, hogy az a bizonyos személy veszélyes, de nem tehetünk semmit, ha kitalált néven utazik hozzánk. Ezért nagyon komolyan érdekünkben áll, hogy ezek a személyek a saját nevükön érkezzenek, és ez csak akkor bizonyítható, ha érvényes okmányaik vannak. Az aktuális statisztikák szerint az emberek félelme, hogy bűncselekmény vagy terrortámadás áldozatai lesznek, 2018-ban jelentősen nőtt. A biztonság érzése nem tükrözi vissza a valóságos adatokat. Mivel magyarázza ezt? Egyrészt az emberek másként érzékelik a biztonsági helyzetet annak alapján, amit a tévében látnak, az újságokban olvasnak, vagy saját maguk tapasztalnak, mint amit a statisztika mutat. Másrészt nagyon sokan az utcakép megváltozását, a közvetlen szomszédságban élők megváltozását személyes fenyegetésnek érzik. Ez a félelem vagy úgy jut kifejezésre, hogy ezek az emberek az AfD-re vagy más pártokra szavaznak, akik eddig nem voltak bent a Bundestagban, vagy úgy jut kifejezésre a félelmük, hogy paprikasprével járnak és mindenhová riasztó rendszert szerelnek fel. Ön szerint mit hoz a jövő? Mindenhol mindent ellenőrizni kell majd? Hogy képzeli el Németországot mondjuk 2030-ban? 2030 még nagyon messze van. Én őszintén szólva nem gondolok ennyire a távoli jövőbe. A titkos szolgálatnak persze minden lehetséges forgatókönyvekben vagy prognózisokban is kell gondolkodnia. Számomra inkább az a prognózis mércéje, hogy mi lesz az év végén vagy 3 év múlva, ha addig semmi sem változik, ha minden úgy megy, ahogy eddig volt. Attól tartok, hatalmas nyomás nehezedik ránk a menekültek miatt.
Azt gondolom, hogy a Közép-Keletről és Afrikából még sokkal több menekült fog jönni hozzánk, akiket el kell helyeznünk, el kell látnunk. A német gazdaság talán nem működik majd úgy, mint az előző években, ami miatt egy mindenki által jól érezhető pénzügyi teher nehezedik ránk. Hogy a bűnözés és a terrorizmus tovább nő. Azzal együtt, hogy az iszlám állam Szíriában és Irakban visszaszorulóban van, még mindig létezik. Abból kell kiindulnunk, hogy az iszlám állam Németországban és Nyugat-Európában továbbra is támadásokat tervez, ami a következő 3 évben terrortámadásokhoz vezet. A bűncselekmények elbizonytalanítják az embereket, és nem érzik majd jól magukat a lakóhelyükön. Úgy érzik, hogy a politikusok nem értik meg őket, és nem képviselik őket, ezért radikalizálódnak, ahogy más nyugat-európai országokban is. Több országban ez a jelenség viszonylag gyorsan a kormány leváltásához vezetett. Köszönöm szépen! Gerne!